miniszternek. Mi minden súg még a miniszterelnök életösztöne címmel? Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Orbán Viktor úgy mondta, hogy az ösztöneire hallgatott akkor, amikor a Questorhoz helyezett közpénzek kivonásáról döntött. Persze nem beszélt a megérzéseiről abban a vonatkozásban, hogy vajon miért kellett a pénzt oda tenni. Tisztelt miniszter úr, van nálunk egy mondás, ami úgy szól, a látszólagos megérzésekre, hogy érzi, mint macska az esőt. Na de hát a macska egy ösztönlény, a politikustól pedig megfontoltságot várnánk és körültekintést. Egyelőre azonban ezt a körültekintést és megfontoltságot nyomokban csak ott tudjuk felfedezni, hogy önök megpróbálnak legyártani egy saját mesét a Questor történetre, mentesíteni akarván magukat ettől a botránytól. Nem tudják. Ugyanakkor feltételezem, hogy a miniszterelnök nem a megérzéseire hallgatott akkor, amikor egy 10-én megérkezett Tarsoly Csaba levélre, 9-én válaszolt e-mailben, és tárgyaló partner kijelölését kérte ahhoz az emberhez, aki kifosztotta a saját ügyfeleit. Tárgyaló partnert. Ahhoz az emberhez, akit önök megpróbálnak beállítani, mint a szocik nagy barátját, de nem tudják felettetni a Szijjártó Péterrel önfeledten mosolygó, éppen szalagot átvágó Tarsoly Csabát. Kérdezem, tisztelt miniszter úr, miről kellett tárgyalni Tarsoly Csabával? Tárgyalt-e valaki? A miniszterelnök, minisztere, vagy bárki más? És ha igen, miről? Mi volt az az ügy, ami miatt le kellett ülni azzal az emberrel, aki nagyon sokakat megkárosított? Egyáltalán megtudhatjuk-e, hogy mi a története ezeknek a most már több változatban legyártott kormányzati verzióknak, mi a valóság ebben a bűzös Questor ügyben? Miniszter úr, amikor arra kérem, hogy a kérdésre válaszoljon, nem a demokrácia felfogásunkból akarok valamiféle leckét adni, pusztán csak ragaszkodom a parlament szabályaihoz. Köszönöm szépen, elnök úr! Ismét Lázár János miniszter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen Tukacs István képviselőtársam mondását, illetve kérdését. Főleg az utolsó mondatot is nagyra értékelem és nagyra becsülöm különösképpen tőle, akinek nagy kormányzati és kormánypárti tapasztalata is van. Így tudja, hogy ez milyen nehéz műfaj. Ha megengedik, akkor a következő választ adom a kérdésre. Valóban február 25-én a kormányzati emlékeztető tanúsága szerint is Orbán Viktor miniszterelnök egyértelmű utasítást adott a kormány tagjainak, hogy a néhány nappal azelőtt kitört Budakest botrány kapcsán az események függvényében tegyenek meg minden lépést annak érdekében, hogy önkormányzati közösségi vagy kormányzati pénz semmiféleképpen veszélybe ne kerüljön. Ezt indokolta a Honvéd Egészségpénztár és a települési önkormányzatok ügye, amely összefüggésben volt a Budakesssel. Szeretném azt is jelezni, hogy ezt követően két tárcánál azonnali intézkedés történt, ez a külgazdasági minisztérium, ahol sikerült 3,8 milliárd forintnyi államkötvényt megmenteni, tehát kár az országot nem érte. A Földművelési Minisztérium pedig ennek a Hungária Értékpapír ZRT-nek 410 millió forintot adott az egyik háttércégével, ez a tartalékgazdálkodási intézet volt, amelynek egyelőre nem látom, hogy hogyan fog visszakerülni az államhoz ez a 410 millió forint. Hogy miért volt a tartalékgazdálkodási intézetnek bizalma a Hungária Értékpapír ZRT miatt, azt én nem tudom, de 2002 és 2010 között 2,8 milliárdot bízott a Hungária Értékpapír ZRT-re, tehát valószínű régi és rossz gyakorlatot folytattak a Földművelési Minisztérium. Szeretném arról is tájékoztatni, hogy a kormány mindent megtett a károsultak védelme érdekében is. Erre jó példa a Budakest, ahol 97%-os a kártalanítás, 97%-a a károsultaknak megkapta a kártalanítási összeget, és itt is a Questor esetében is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a piramisjáték, amelyben 210 milliárdot szedtek össze, valószínűleg 70-100 milliárdot fordítottak vissza kamatra, hogy ennek a piramisjátéknak, annak ellenére, hogy van mindenkinek természetesen személyes felelőssége, minél kevesebb károsultja legyen az ügynek. Reményeink szerint a BEVA kártalanítani fog 22 ezer embert. Most Farkas Gergely, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a nemzetpolitikáért felelős.